Sziasztok srácok, üdvözlök benneteket, Kerbal Space programozni fogunk, és a mai videóban egy B-17 Flying Fortress-t fogunk megépíteni, ugyanis a játékba ugye érkezett nemrég ez a Breaking Ground Expansion Pack, egy DLC, amely elég érdekes dolgokat tartalmazott, és ugye hát próbálkoztunk mi is itt az előző részekben valami féle helikoptert vagy repülőt építeni, és ez nem igazán sikerült. Viszont érkezett ez a kiegészítőhöz egy frissítés, ami tartalmaz már hajtóművet, illetve rendes rotorokat, tehát nem nekünk kell összekovácsolni valamilyen alkatrészekből. Szóval lehet most már rendesen helikoptert és repülőt építeni, úgyhogy megragadván az alkalmat, egy B-17-est fogunk építeni. Nyilvánvalóan a játék keretein belül, tehát azért itt elég korlátozottak ugye az alkatrész variációk, de majd összeokoskodom, meg picit majd így egymás beletoljuk az alkatrészeket, és akkor egy B-17-re hajazó gépet remélem, hogy a végére sikerül alkotni, és ezt fogjuk ma megcsinálni. Itt egy fontos széljegyzetet szeretnék amúgy megjegyezni. Ugye mondtam itt a helikoptert, és ezzel mi is próbálkoztunk ugye legutóbb, aki látta a 30. és a 31. részt, ha jól emlékszem, ugye ami élőadás volt. De talán a 30. próbáltuk ott a helikoptert, meg hogy működik. Akkor egy másik típusú rotorral próbálkoztunk. Azóta érkezett egy új, ezt mindjárt meg is mutatom. Gyorsan leteszünk most valamit, és hogyha beírom ide, hogy engine, és nem fagy ki úgy, mint az előbb, amikor rákerestem. Szóval, hogyha beírjuk, hogy engine, akkor itt van ez, ezon a helikopterhez például van egy ilyen, ugye erre lehet szép nagy rotorokat csatlakoztatni, illetve amit mi is ma használni fogunk, az ez, hát most ez itt, oh yeah. Megfordítom, és akkor tök mindegy, most az tök mindegy, hogy merre néz, csak meg akarom nektek mutatni. Liquid fuel-al üzemel, tehát tulajdonképpen üzemanyaggal, nem elektromos, van azt hiszem olyan is, ami elektromos, viszont ez picit más, meg azt hiszem gyengébb. És hogyha belemegyünk az aerodinamikába, akkor itt vannak nekünk, hogyha lentebb megyek, szép nagy lapátok. Nyilván ma nem fogunk ekkora lapátot használni majd a gépünkhöz, meg majd jól be kell állítani, mondjuk ez talán pont jól áll, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, lehet, hogy ezt rosszul tette le, mindegy. Szóval, hogy ilyen szép nagy lapátok vannak, amúgy van egészen picike is, tehát mi is ilyen kisebbet fogunk majd használni ugye a 4 darab hajtóművünkhöz, és akkor ugye ez az, ami majd forgatja a cuccot. Tehát megérkezett bele ez, ami azért elég sokat segít nekünk, ez a lényeg. És ugyanez ugye működik helikopterhez is, hogyha valaki esetleg helikoptert szeretne építeni. Ami továbbra is egy macerás dolog a játékban, ugyebár hogyha ilyen csinokféleséget épít az ember, akkor aminek 2 hajtóműve van, akkor azzal annyira nincsen probléma. Viszont hogyha olyat csinálunk, ugye, ami egy standard helikopter, hogy ugye van egy ilyen farok rotorja oldalra, akkor azt a Kerbal Space-ben, hogy ki kell számolni, hogy az mennyivel pörögjön, hogyha mész előre, meg ha fordulni szeretnél, az eléggé macerás, és ott eléggé, hát nem is beprogramozni, de nagyon sok mindent be kell hozzáállítani. Néztem ilyen külföldi videósokat, akik hát azért elég profik, meg tényleg erre vannak specializálódva, és ez még nekik is azért eléggé speciális dolog, és nekik is azért időbe telt, mire ezeket meg tudták csinálni. Úgyhogy én ezzel nem fogok próbálkozni, de akinek van rá ingerenciája, kedve, bármi, nyugodtan, mert amúgy király dolog, és jó dolgokra rá lehet jönni. Én is már próbálkoztam ilyen alapvető repülőkkel. Nem mindegy, hogy állítod a rotorokat nyilvánvalóan, hogy mekkora a súly, amit emelni kell, és a többi üzemanyagkapacitást, az sok mindenre oda kell figyelni. Kerbal Space program, lehet kísérletezni és megcsinálni a csodásabbnál csodásabb dolgokat, de ma mi egy B-17-est fogunk építeni. Valószínűleg ezt gyorsítva fogjátok látni, és akkor kicsit nem lesz annyira lassú a sztori, úgyhogy hát vágjunk bele, és annyit elmondok így, hogy ugye így előre, hogy a B-17-esnek 4 motorja van, aki nem tudná, 4 olyan motorja, amin motoronként 3 rotor található, vagy propeller, ilyen egyszerűbb megnevezéssel, és ami érdekesség, hogy az elején ezt a modult fogjuk használni, ugyanis nagyon egy picit furán néz ki, de ugye a B-17-esnek az orra az egy ilyen, hát tulajdonképpen ilyen üvegkupolás szerűség, és ez az, ami a legjobban hasonlít rá, illetve nagyjából a szárnya, hogy kezdődik, picit előtte van a tetején egy ilyen szögletesnek mondható ablak, azt pedig ezzel fogom majd megcsinálni, és akkor így fog majd szépen összeállni a mi kis repülőnk, majd én közben nyilván puskázok, hogy pontosan hogy néz ki, és igyekszek hát minél kivehetőbbre megcsinálni ezt a repülőt. Szóval nagyjából ekkora lesz az óra, és akkor hát egy szép nagy repülő lesz majd a végeredmény,
4 motorral, úgyhogy hát vágjunk bele. Thank you.
Nem kevés idő után, de úgy néz ki, hogy elkészült a gép. Hát már én egy 2-3 órája ezt itt építgetem, meg pepecselek vele. Nem is láttatok mindent még gyorsítva sem, de a nagy részét igyekeztem nektek belerakni. Szóval elkészült a gép, hogy mennyire lett sikeres egy, a B17-esnek a lemásolása és ennek ugye a Kerbal Space-ben való létrehozása. Ezt rátok bízom, hogy a komment szekcióban eldöntsétek, hogy ténylegesen mennyire adja át, hogy mennyire lehet rájönni, hogy ez egy B17-es. Tényleg nagyon korlátozott voltam sok szempontból. A leginkább, amivel a bajom meggyűlt, az a... Hát a hajtóművekkel nem feltétlenül, a propellereknél nagyon késő jöttem rá, hogy itt ki kell nyitni a dolgokat, és akkor működik rendesen, úgyhogy azzal is volt egy kis problémám, de az még hagyján, a szárnyat megcsinálni, az kihívás volt azért egy B17-esnek, igen a végét nem tudtam, hogy a B17-esnek szép, íves a szárnya vége, ilyen alkatrész nincs a Kerbal Space-ben, szóval miatt bárki ez emiatt megróna. Szóval, hogy a szárnyal gyűlt meg a leginkább a bajon, ugyanis a B17-esnek hatalmas szárnya van, és hát a Kerbal Space-ben nagyon vigyázni kell ezekkel a dolgokkal, főleg mivel én láthatjátok, hogy több ilyen fő részből pakoltam össze, tehát itt látjátok zölddel azok, amik egybe vannak, és azért is vannak itt ezek a kapcsok, hogy egybe tartsák, és ne lifegjenek a szárny részei úgymond egymástól. Fogjuk fel ezeket úgy, mint hogyha ezek ilyen szögek lennének, vagy csavarok, vagy ilyesmik. Tehát ezek tartják össze a gépet itt a végén is, ahogy láthatjátok ezek a pöckök. Mert amúgy lifegne egymástól, mert hatalmas a szárny, de úgy gondolom, hogy nagyjából sikerült jól megcsinálni. Flapset nem tettem rá rendeset, tehát hogy ugye itt lenne, ugye amit landingnél, kombatnál lehet használni, és a többi gyorsításnál, azt nem tettem rá, meg lehetne oldani, de őszintén megvan, sose csináltam olyat a Kerbal Space-ben, úgyhogy ezzel már nem akartam külön bajlódni. Ellenben a többi vezérséken úgy gondolom, hogy működnie kell, úgy gondolom, hogy jól beállítottam. Picit lehet, hogy hosszú lett a test, bár annyira nem vészes. Az arányokra igyekeztem odafigyelni, hogy nagyjából a motorok ugyanúgy helyezkedjenek el, illetve elég nagy legyen a szárny, a hátsó szárnyak is elég nagyok legyenek. Fontos, hogy itt például a... Mi ez? A napelemek, azok itt ablakként funkcionálnak, jó? Tehát ezt úgy nézzétek, hogy azok ablakként funkcionálnak. Tetején a pilóta fülkét csak így tudtam megoldani. Ugye az orrában is van géppuskaállás, illetve géppuskás, illetve az alján is lenne elméletileg, meg nyilván lenne faroklövésze ennek a gépnek, tehát, meg lenne a tetején is ugye géppuska, de ezeket nem tudtam rátenni. Tehát ezt láttatok el, hogy a Kerbal Space-ben azért erre nincsen lehetőség. Így is igyekeztem bizonyos formákat így beletenni, például itt ugye ez az ív. Itt is például itt hosszabban ki van húzva, ebben van egy hatalmas szárnyelem. Tehát eléggé keretek közé voltam szorítva, úgyhogy ezt tudtam kihozni belőle. Mindjárt megnézzük, hogy hogy repül. Illetve arra is oda kellett figyelnem, tehát amúgy ezek tartályok, de a nagy része azért tegyük rá hozzá üres. Hogy a tömeg középpontja a gépnek, úgyhogy már van benne üzemanyag, illetve a felhajtóerő nagyjából középpen legyen, ugyanis hogyha a Kerbal Space-be csináltok repülőt, akkor ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy erre odafigyeljetek, különben hát nem fog túl jól repülni a gép, sajnos, hogyha erre nem figyeltek oda, vagy valószínűleg nem is fog repülni, úgyhogy hát így néz ki a gépezet. Próbáljuk ki, ebben a valójában még egy picit itten javítgattam rajta, meg erősítgettem, még nem repültem vele. Lássuk, hogy röpképes-e. Ez a legnagyobb kérdés. Illetve amúgy a propellereket rá lehet tenni, bár azt action groupnál kell beállítani, de rá lehet tenni ugye az automatikus gyorsításra, ugye ez a control-shift kombinációra. Úgyhogy én azokkal fogom most a propellereket gyorsítani, egyszerre mind a négyet. Sajnos hangja nincs, majd lehet, hogy alávágok valami kis B17-es hangot, hogy legalább legyen valami feelingje. Az SCS-t azt bekapcsoljuk. Látjátok, azért hatalmas a fesztávja ennek a... Ugye a szárnyfesztávja ennek a gépnek, hát nyilván mint a valóságban. És a Kerbal Space-ben ezt azért rögzíteni kell rendesen, különben letörik a francba. Na lássuk, nyomjunk neki maximális tolóerőt. Szépen fel is gyorsulunk. Már mindjárt ott vagyunk, hogy 10 méter per szekundum. Aztán majd szépen gyűlik a felhajtóerő nekünk. A hatalmas szárny miatt ugye nem kell túl nagy sebesség ahhoz, hogy el tudjon emelkedni a gép. Viszont vigyázni kell, mert ugye elkezdem hamar emelni, meg leesik egyből a francba. Jó, mindjárt megvan, hogy a 30-nál már szerintem el lehet majd emelni. De még egy picit hagy gyorsuljon. Elemeli ő saját magát is amúgy. Jó, futóműveket behúzzuk. Annyival kevesebb ellenállásunk lesz, úristen. Aha, láthatjátok, hogyha most emelkedek vele, most nem is nagyon gyorsulunk. Elég nehéz is lett maga a gép. Most picit gyorsul, most megyünk mondjuk lefelé. Jó, most már 40 méter per szekundumban megyünk, most egy picit emelkedünk.
Meg kell emelkedni különben. Nem olyan egyszerű irányítani amúgy, nehogy ezt higgyétek. Annyira nem is vészes, tehát szépen száll a gép. Kicsit fordítsuk el, azt mondom. Megyünk vele egy kis karikát, hát azt nem mondom, hogy ezzel le fogok tudni szállni. Tekintve, hogy a... Nagyon-nagyon vesztünk a sebességünkből. 30 alá nem szabad hagyni, hogy csökkenjen. A Kerbal Space-ben, mivel ennyi... úgymond... szárnyal oldottam meg ezt az egészet, szerintem elég nehéz lett a gép. És ennyi propeller nem igazán viszi túl könnyen. Úgyhogy az arányokra... Le is zuhantunk. De az arányokra kicsit máshogy kéne odafigyelni, hogy... Láthatjátok, na most válik szét a szárny. Tehát, hogy ez egy pár darabból össze van pakolva. Megkörünk még egy felszállást. Szóval elég nehéz a gép, és lehet, hogy vagy több propeller kéne neki, vagy nem tudom, valami sugárhajtóvű titokba valahova eldugva benne. Na, lássuk még egyszer. Elsőre sikerült vele lezuhanni, de repül. Tehát amúgy az, hogy repül. Éva. Jó, nem. Szállj vissza, Gyabadi Ackerman! Vissza! Vissza a fedélzetre! A view-t akartam, aha! Hát itt tulajdonképpen amúgy géppuska lenne, de most innen lehet nézni magát a repülőt. A fentiből nem, mert oda nem tudtam beültetni. Nagyon vagány, hogy elemelkedik. Most oda kell figyelni, mert már csökken is a sebesség. És ebből egy zuhanás lesz, hogyha nem figyelek oda. Aha! Hátra szaltó! Ez most egy ilyen kicsit furcsa mód, de itt láthatjátok azt, hogy a kék színe a felhajtó erő, ugye a sárga, az pedig ezek az irányítók, úgymond. Láthatjátok, hogy hogy húz tulajdonképpen a propeller is, és a többi. Jaj, lehet amúgy, hogy a propellert is be lehet úgy állítani, hogy kicsit optimálisabban. Mondjam, ez a dolog, tényleg amúgy van fényszórónk is. De tök jó! Világít a B17-esünk. Az F12-vel lehetem, hogy bekapcsolni, hogyha valakit érdekel ezt a aerodynamic force overlay-t, forces overlay-t, csak annyi, hogy akkor csinál a játék egy képet. Megnézzük, mennyit tudunk kihozni egyenesen a gépből. Annyira amúgy nem lett csúnya szerintem, sőt. Így nézve azért ez nem is olyan rossz. Lehet egy picit jól áll neki a távolság, de amúgy abszolút nem vészes. Most már csak bombát kéne vele szállítani, most már 60 méter per szekundummal megyünk. Az egész jó. Azért folyamatosan kell itten irányítgatnom, hogy most akkor picit korrigálgatni rajta. Tök jó lenne, hogyha ezt például lehetne joystickkal irányítani. Jaj. Igen, picit érezhető, hogy a szárny az nem eléggé merev. Mert hát Kerbal Space program, úgyhogy... Tök jó lenne, hogyha ezt meg lehetne valahogy oldani, és lehetne nagyobb szárnyakat. Lehetne kicsit több variáció, ugye, hogy miből lehet építeni, és akkor tök jó lenne ez a dolog. Hát, skacok, összességében ennyi. Úgyhogy a komment szekcióban döntsétek el, hogy tetszik nektek ez a repülő. Igyekeztem azért tényleg minél jobban B17-es formát alkotni neki. Repül, tehát hogy olyan 70 méter per szekundum az ami úgy stabil. Amúgy ez zuhanva nyilván több is megy neki. Most például 80, de hogy... olyan 70 az, ami amivel is stabilan tudunk egyenesen repülni vele, olyan 200-270 méteren. Nem mondjuk tudnék vele nyilván emelkedni, csak az idő lenne mind. Úgyhogy írjátok le a komment szekcióba, hogy tetszik. Remélem nem csalódtatok nagyot. Én igyekeztem. Ha megnéztétek ezt a videót, akkor nagyon szépen köszönöm, illetve hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és hogyha még nem vagytok feliratkozva, akkor nyugodtan tegyétek meg. Találkozunk a következő live-ban vagy videóban. Addig is jók legyetek, én Starkoltam. Sziasztok!